Nézzük meg a várható érték néhány elemi tulajdonságát. Azt értem ez alatt, hogy egyrészt nem fogom elmondani most, hogy mi az, hogy várható érték, meg megbeszélni az azzal kapcsolatos kérdéseket, és nem fog semmit sem bizonyítani, meg levezetni. Csak néhány olyan tulajdonságot futok át, ami, aminek az ismerete később jöjjön, illetve gyakran felhasználjuk a különböző statisztikai számításokban. No hát, az első és legfontosabb. A várható érték lineáris. Ami egyrészt azt jelenti, hogy két valváltozó összegének a várható értéke. Az egyfelől létezik, ha mindkettőnek külön-külön van várható értéke, ezt ki se mert ö, magától értetődőnek, vagy adottnak veszem. És ami fontos, hogy az összeg várható értéke, az a várható értékek összege lesz. Ez első és legfontosabb. Tulajdonság, és hangsúlyozom, ez minden valváltozóra működik. Csak annyi kell, hogy létezzen egyáltalán várható érték, de hát az nyilvánvaló. Nem kell, hogy függetlenek legyenek, korreláltanak legyenek, semmi nem kell, ez mindig igaz. Na most, ha ez igaz, akkor persze ez igaz nem csak kettő, hanem akár hány tagú összegre is. Mert mondhatom azt, hogy az Y helyében én azt képzem, hogy ez valójában egy Z plusz V, és utána ezt még egyszer ráeresztem, és akkor egy három tagú összegre is igaz meg egy négy tagú, meg egy akárhány tagú összegre is. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy ha veszek valváltozók összegét, és nézem annak a várható értékét, az nem más lesz, mint a várható értékek összege. Ez első dolog, linearitás. A második dolog, ami a linearitásba beletartozik, én kettessel írom, mert általában külön szoktuk említeni, de igazából ez ebből már egyértelműen adódik, az nem más, mint hogy egy konstans szorval változó, Itt az y az változó, ugye nagybetűvel írtam, a c az egy akármilyen valós konstans szám, tehát az nem válváltozó, az nem más, mint c szer -E y, tehát magyarul a konstans szorzó kijön a várható érték elé, azt szoktuk mondani. Ugye azért mondtam, hogy ez igazából ennek egy speciális esete, mert ez semmi más, mint ez, ha az y saját magával összeadom c darabszor, és akkor megkapom egész egyszerűen ezt. Jó. Na most persze ezek a dolgok össze is kombinálhatóak. Tehát nyugodtan, ez a két legfontosabb tulajdonság. Ezt a kettőt az ember ismeri, akkor nagyjából már jó. Na még egy harmadikat felírok, ami fontos, ami elég kézenfekvő, de azért rögzítsük. Konstans várható értéke saját maga. Hát ha egy számban nincsen semmi valószínűségi dolog, az egy rögzített érték, akkor persze a várható értéke is saját maga lesz. És ezek a dolgok persze össze összekombinálhatóak. Tehát nyugodtan mondhatom azt is, hogy a várható értéke annak, hogy c1 szer y1, meg c2 szer y2, meg pont, 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 meg ck szor yk, és akkor ezekkel a szabályokkal, ha alkalmazom, ugye szét tudom szedni a pluszjeleknél várható értékek összegére, ráadásul mindegyik ilyennél a konstans azt kijön a várható érték elé, tehát nyugodtan írhatom, ezt c1 szer e y1, meg c2 szer e y2, meg pont, 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 meg CK szor E YK. Hasonlóképp belerakhatunk valami konstant is, tehát mondhatom, hogy mondjuk A szor Y plusz B, az egyenlő, ugye szétszedjük, és az A az kijön előre, A szor E Y plusz, ugye a B nek kell a várható értéke, ami pedig saját maga, és akkor ez is világosan következik. Jó, Szóval tulajdonképpen ez a három legfontosabb tulajdonság, amit használni szoktunk. Két dolgot beszéljünk még meg. Az egyik, hogy mi a helyzet több dimenziós vagy vektor értékű valváltozón. Ugye szokták azt is mondani, vagy azt is mondhatjuk, hogy akkor a valváltozó értéke az egy vektor, meg azt is mondhatom, hogy összerakok valváltozókból egy ilyen vektor. Tehát magyarul azt mondom, hogy van egy y aláhúzás, ezzel jelzem, hogy egy vektor, és akkor ennek van egy y1, egy y2 és egy pont 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 yn komponens, ez egy n-dimenziós valváltozó, vagy valváltozó vektor. Kérdés, mit értünk egyáltalán ez alatt? A várható értékén. És a válasz az, hogy egy vektort értünk alatta, egy ugyanolyan dimenziós vektort, mint az eredeti valváltozónk, amelynek a komponensei nem mások lesznek, mint az eredeti ö, vektorunk valváltozónk komponenseinek a várható értékei. Tehát fogjuk magunkat mindegyik komponensének. Ami ugye, ne felejtsük, a komponens az egy sima egydimenziós valváltozó. Vesszük a várható értékét, az egy sima szám, és azokat összerakjuk egy vektorba. És ezt értjük az alatt, hogy mi a várható értéke egy egy többdimenziós valváltozónak. Tehát magyarul ez is egy ö, vektor önmagában. A, amire ha ránézünk, az például lehet hasznosítani itt. Mert ugyanis ezt, amit én ide írtam, ezt nyugodtan felírhatom úgy is, hogy c transponált szor y vektor. Ugye a c-be én összefogtam ezeknek a ezeket a, a, a ö, szorzókat, összeraktam egy vektorba. Ugye azért írtam ide a transponáltat, mert alapból egy vektor alatt mindig oszlopvektort értek, ugye azért nem a ez egy sorvektor, beszorzom az y oszlopvektorral, aminek a komponensei ezek, csak most nem n, hanem k darab van belőlük, és akkor ennek kell a várható értéke. És ez, amit ide leírtam, ez magyarul azt jelenti, hogy ez nem más lesz, mint C transponált, szor az Y-nak a várható értéke, mert ugye bár ez is egy vektor, tehát ez egy teljesen értelmes dolog, hogy összeszorzom a C transponáltal. Tehát magyarul valami olyasmit sütöttünk ki ebből az egészből, hogy ez, amit itt leírtunk, ez a linearitás, Bocsát, nem, ezt akartam mondani, bocsánat, a konstansal való szorzás, az, hogy a konstans szorzó kijön a várható érték elé. Az érvényes többdimenziós esetben is, csak ott persze arra már vigyázni kell, hogy hogyan írjuk ki elé, mert ugye az nem mindegy, hogy a C-t elé vagy mögé írjuk. Ugye sima számnál mindegy nem, hogy hol szorzok, de egy vektornál már nem mindegy. Valamint ugye ott a transzponáltat sem hagyhatjuk el, mert az sem lesz mindegy. De ettől eltekintve a konstans szorzó kijön most ilyen nagyon ö, általánosan szóva, a konstans szorzó kijön szabály, az működik ö, itt is. Jó, ez az egyik megjegyzésem a dologhoz. A második megjegyzésem a dologhoz, hogy két ö, gyakran előforduló tévedésre felhívjam külön is a figyelmet. Az egyik ilyen az az, hogy a linearitás, ugye most mutatok erre az első kettőre, az az összeadásról, meg a konstansal szorzásról szól. Erről a kettőről. Másról nem, tehát nehogy valaki véletlenül azt higgye, hogy például ez a dolog, amit most láttunk, ez működik a szorzással is. És azt mondja, hogy jó, hát akkor itt van ugye összeg, akkor egy szétszedem az összeg mentén a kettő várható érték összegére, a szorzat is ugyanúgy működik, fogom a szorzatot, és beszorzom az egyik várható érték a másik ö, várható értékével. Nem. Ez általában nem igaz. Egy eset van, amikor igen. Most leírom ide. Egy eset van, amikor, amikor ez igaz, és rögtön oda is írom, hogy ha az x és az y az korrelálatlan egymással. Tehát a kovarianciájuk az nulla. Akkor igaz, de általában nem. Persze függetlenekre is igaz, hiszen a függetlenség maga után vonja a korrelálatlanságot, de az, az nem kell, a korrelálatlanság az, ami szigorúan véve kell, akkor igaz, egyébként nem. Ez egyik népszerű tévedés. A másik népszerű tévhit az az, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ez a konstans szorzó kijön elé, ez azt jelenti, hogy ez bármilyen függvényre ez így működik. Tehát, hogy valaki azt gondolja, hogy veszem az x-nek valamilyen g függvényét, nehogy vettem valaki azt gondolja, hogy akkor ez ugyanaz lesz, mintha én venném a várható értéknek ugyanezt a függvényét. Szó nincs arról, hogy ez a kettő általában egyenlő lenne, egy speciális állítást lehet mondani, itt még csak az ez, hogy ha nem tudom mi és akkor ez e, e között van összefüggés, az egyetlen, amit úgy értelmesen lehet mondani, az az, hogy ha, megint azt mondom, hogy ebben az esetben, igaz az, hogy ez a valváltozó, ez egy valószínűséggel korlátos. Tehát magyarul egy valószínűséggel A és B között van. És a G az konvex függvény. Az AB-n mondjuk egy pozitívval változóról van szó, és a négyzetét veszem, akkor, de csak akkor igaz az az állítás, hogy ez az utóbbi, ez kisebb vagy egyenlő, mint ez. Ezt szokták úgy mondani, hogy Jensen egyenlőtlenség. De látjátok, azért csak ez egy elég speciális esetben, és ott is csak egy ilyen egyenlőtlenség erejéig érvényes, általában szó nincs arra, hogy a függvényt ki lehet hozni a, a várható érték elé.